Alapítványt kapott a Rudas. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai hétfőn délután hivatalosan is birtokba vették a felújított Magyar Úti Klub helységet. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai hétfőn délután hivatalosan is birtokba vették a felújított Magyar Úti Klub helységet. A hosszú hónapok szünete után újra a jó kedvé, a beszélgetések és a találkozásoké volt a főszerep. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai rég nem látták egymást. Hosszú hónapokkal ezelőtt rendezték meg találkozójukat, ugyanis június végén megkezdődött a klubház felújítása. A helységet összesen 7 egyesület használja rendszeresen, amelyből a László Imre Nóta Klub már megtartotta estjét. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai pedig hétfőn vették birtokba jól megszokott terepüket. Az eredménnyel rendkívül elégedettek. Tetszik, és egyre szebb, egyre jobban még foglalkoznak vele, kaptunk most új székeket, egyebet, tehát még mindig van valami újdonság, amit kapunk, aminek nagyon-nagyon örülünk. Tehát nagyon tetszik, és köszönetet mondok itt mindenkinek, akinek ebbe köze volt, vagy segített, hogy ilyen szépé tették ezt a klubházat. Nagyon sokba került, de megígérem, hogy nagyon-nagyon fogunk rá vigyázni, mert boldogságot okozott nekünk. Na végre, 91 óta itt vagyok, hogy egy ilyen szép terembe tudok belépni. Szerintem mindenki örül neki, ahogy most látható. Sokkal többen jöttünk össze, mint általában az év végén már voltunk. Ahhoz képest most sokkal többen jöttünk, és mindenki boldog, mindenki örül. Nagyon szép, nagyon világos, kultúrált, és az, hogy székeket is ma kaptunk. Tehát voltak csúnya padjaink, nagyon nehezen vittük ki őket, nagyon nehezen hoztuk vissza, utána megkaptuk a székeket. Akkor megint, és akkor de rendben van minden, bepakoltunk, ajándékot kaptunk, úgyhogy a Propentele díjasokat, nagyon szép az is, meg hát majd reméljük, hogy a képeket is vissza tudjuk pakolni, csak hát szeretnénk azt is rendszerezni, hogy ne össze-vissza pakoljuk, hanem szépen olyan kulturáltan, mint amilyen az épületünk. Nekem nagyon tetszik, nagyon kulturált hely, ettől a kőtől egy kicsit tartok, hogyha nem táncolunk, fog fázni a lábunk, de amúgy tökéletes minden. Nagyon örülünk, már régóta kellett, hogy legyen ilyen. És akkor tényleg örülünk, hogy tiszta, meg zárató, kulturált körülmények. Igaz, hogy még így is kicsi, de nagyon szép, és akkor egyre szebb lesz. A tagok elmondták, klubuk olyan, akár egy nagy család. Jól érzik magukat egymás társaságában, és többségük már alig várta, hogy újra nyissa kapuit a ház. Nagyon jó, úgy jönnek befelé, hogy jaj, de régóta, jaj, de vágytam már. Tehát igen, ez a korosztály az, aki tulajdonképpen nagyon szeret jönni. Egyetlen lehetőség van itt óvárosban, de városból is jönnek sokan, akik már el is költöztek, városiak lettek, és vágynak erre a kis hétfő délutáni találkozásra, örülnek egymásnak. Az egyik kis klubtagunk úgy jött, hogy jó, de boldog vagyok, hogy na, láthatlak benneteket. Mindenki örül, mindenki beszélget, hogy mi történt a nyáron. Hát ugye azért idősebbek vagyunk, van akinél betegség van, akkor azt is megbeszéljük, de azt is megbeszéljük, hogy ki hol volt nyaralni, hogy történt, mi történt a nyár, hogy telt el. Tehát igen, mint egy család, úgy vagyunk itt. Mindenkit körbe puszítunk, vagyis puszítam, mert most várom a férjem, mert elkerültük egymást, de alig vártam. Ez most itt olyan, mint egy nagy család, szeretettel várjuk, hogy találkozzunk, és reméljük, hogy így is marad. Még egy kicsit a 70-en felül, legalább még 20 évig. Örülünk, hogy együtt vagyunk, nyáron volt, mindenki szőlőbe volt, meg dolgoztak, meg nyaraltak, és akkor meg ki hogyan van, megbeszéljük egymással.
A Pentele Nyugdíjas Klub tagjai hagyományaikhoz hűen a negyedéves név és születésnapokat is megtartották, ilyenkor virággal és csokoládéval köszönték egymást. A klubház következő rendezvénye egy nótaest lesz szombaton. Egy decemberi szünnapot dolgozott le múlt szombaton a Petőfi iskola. A tanítási nap keretében egy családi sportos délelőtöt tartottak a diákoknak. Nagy volt a nyüzsgés szombaton délelőtt a Petőfi Sándor általános iskolában. Az intézmény valamennyi tanulóját, alsósokat és felsősöket egyaránt egy játékos programra hívta szüleikkel egyetemben. Egy decemberi szünnapot kellett ledolgozniuk a diákoknak múlt szombaton, az iskola vezetése pedig úgy döntött, erre időzítik egyik hagyományos szabadidős programjukat. Ez egy családi és sportnap, minden évben hagyomány szerint megrendezzük ezt a jambolit, vagy ezt az eseményt, ahogy említetted. Az a célunk elsődlegesen, hogy egy tartalmas, hasznos, mozgással együtt járó programot biztosítsunk a gyerekeknek, kicsit titkolva kivívja őket a számítógépeknek a világából, és egy olyan élményhez juttatni, ami valami több, valami más, és ami egy kicsit tartalmasabbá teszi az életüket. Az iskola sikerrel pályázott korábban az önkormányzat egyik kiírására, amelyel támogatást nyertek a program megvalósítására. A sportnapon béreltek ugrálóvárat, illetve játékos szumó birkózó jelmezeket, de ezen kívül ügyességi sorversenyek, labdázás is várt a fiatalokra. Több állomást alakítottak ki, egy bizonyos téma, tematika köré építve. Ezt most megfejeltük egy ilyen történelmi nyomozással is a mai napon, tehát egy kis titkos tanulás is zajlik ki a játék keretén belül, mert amikor a különböző állomásokat a gyerekek végrehajtják, kapnak egy-egy kis morzsát egy történelmi személynek az életéről, lehetőleg olyat, amit azért nem tudnak kiolvasni a történelmi könyvekből és egyéb más helyekről. A feladványok közé érdekes információkat csempésztek be, például Mátyás királyról, vagy éppen Kinizsi párról. Olyan tudnivalókat, amelyekre nem lehetett csak úgy egyszerűen rákeresni az interneten. Tök jó ez a rendezvény, nekem a tenisz tetszett. Nekem a söprögető, mert az ilyen ugrálóvár is. Nekem az nem tetszett. Nekem nagyon tetszik, az a foci volt a kedvencem, meg a sok. A családi sportnap jó hangulatban telt, volt tombola sorsolás is, amelyen többek között sportfelszereléseket nyerhettek a diákok. A következő lépés pedig a fecskeavató lesz. Az elsőseink szeretnénk, hogyha méltó keretek között lennének igazán elsősök, és a negyedikesek szervezésében egy ilyen kis beavató műsoron vesznek részt, ahol természetesen ők is szerepelnek, a szülők szintén eljöhetnek, mert hát valahol ez a pedagógus, szülő és gyermek háromszögét igyekszünk erősíteni. A tanév rendje szerint hamarosan itt az őszi szünet is, amelyet október 26-ától november 3-áig tartanak. A Carpe Diem Alapítvány létrehozott korábban egy kistérségi turisztikai kiadványt. Ezt felajánlották a Rudas Középiskola számára, annak érdekében, hogy a turisztikai ágazaton tanuló fiatalok hasznosíthassák és továbbfejleszthessék azt. Egy ajándékozási szerződés ünnepélyes aláírására került sor múlt pénteken a Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumban. Az esemény apropóját az adta alapul, hogy a Carpe Diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány egy pályázat által létrehozott korábban egy turisztikai kiadványt. Végigjártuk a településeket, és a településeken ezeket a kincseket összeszedtük egy-egy füzetbe, és ennek az lenne a motorja majd, hogy túraútvonalakon azokat a vendégeket vigyük el, akik kíváncsiak mondjuk csak a templomokra. De milyen érdekes, elvinném a templomokra, akár arra Belion és a többi Iváncsa egyebek, de mégis úgy hoznám őket vissza, hogy biztos, hogy Iváncsán megállnék, és megkóstoltatnám velük valamelyik gasztronómiai értékességet, például az iváncsai pompost. A kiadvány célja elsősorban az, hogy bemutassa szűkebb térségünk, például Rácalmás, Kulcs, Adony, Iváncsa turisztikai látnivalóit. A turisták a kirándulók elé tárja a kistérség nyújtotta értékeket, legyen az egy építészeti nevezetesség vagy gasztronómiai különlegesség. Egy jó idegenforgalmi turisztikai szervező ezen a vonalon, ha elindul, akkor nagyon sok mindent tudna tenni a turistákért. És nem csak azok a turisták, akik jönnek néhány száz kilométerről, hanem azt gondolom, hogy az itt lakó embereket is meg kellene szólítani Dunaújvárosba, Rácalmásról, gyertek, nézzük már meg, hogy ebben a térségben
milyen templomok vannak, milyen haranglábak vannak, miért mondják azt Iváncsai Pomposnak, miért mondják azt Ökös Mákosnak Rácsalmáson. Tehát, hogy ez azt gondolom egy kincs. A Rudas Középiskolában több éve működik a turisztikai szakmai ágazat. Dóka Marian, akinek személyes kötődése is van az iskolához, hiszen ő is itt töltötte pedagógusi pályájának jelentős részét, megkereste az intézményt az ajándékozás kezdeményezésével. Itt vannak a fiatalok. A fiataloknak kell ezt életre kelteni. Ők belevihetik azt a kedvességet, lazaságot, szervezőkészséget, ami az ő energiájukba, tudásukba benne van, informatika, kommunikáció és egyéb. Ezért hoztam ide. Szeretném, hogyha ők tanulnák, életre keltenék és működtetnék ezt az egészet. A cél az, hogy a turisztikai kiadványt hasznosítsák, feldolgozzák tanulmányaik során a fiatalok, és megtöltsék, bővítsék új tartalommal. Hát nagyon nagy rendező az élet, ahogy szokták mondani, hiszen néhány perccel ezelőtt fejeződött be egyik kollégánk, Horváth Csaba tanár úrnak a mester minősítése, és az ő mester programjának is egyik eleme a turizmus megismertetése a tanulókkal. Tehát tulajdonképpen itt a két oldal egymástól függetlenül, de mégis ugyanabba az irányba gondolkodott, úgyhogy készen állunk, fogadókészek vagyunk, mind szakmailag, mind pedig a képzési programunkkal ennek a nagyszerű anyagnak az átvételére. Az ajándékozási szerződés ünnepélyes aláírásán jelen volt Pocsainé Varga Veronika, a Dunajvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki gratulált a Rudasnak, hogy megragadta és hasznosítani is tudja ezt a lehetőséget. Hozzátette, ez a kiadvány már régóta egy hiányzó elem volt abból a szempontból, hogy összefogja, ezáltal pedig megismerhetjük szűkebb környezetünk szépségeit, értékeit. Remek védekezéssel és kapus teljesítménnyel végigvezetve aratott 27-20-as sikert a Moson-Magyaróvár elleni hazai bajnokin a Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata szombaton, akiket most szerdán a tabella második fokán lévő DVSC fogad az otthonában. A Dunajvárosi Kohász kézilabdásai magabiztos 27-20-as győzelmet arattak itthon a Moson-Magyaróvár felett a női kézilabda NB1 szombati mérkőzésén. Szerdán a Debrecen csapatával mérik össze tudásukat, akik komoly ellenfélnek számítanak. Egy kemény és egy jó csatát vívtunk a Moson-Magyaróvár ellen, de én úgy érzem, hogy ez Debrecenben kevés lesz. Ennél többet kell majd tennünk annak érdekében, ahogy mondtam, hogy tisztességesen helytálljunk, hiszen ez a Debrecen egy nagyon jó erőkből álló társaság, egy nagyon jó erőkből álló csapat. Ez bizonyítja az elmúlt időszakban elért eredményei. Itt a védekezésünket, a támadásunkat is újra kell gondolnunk. Meg kell reformálnunk, meg kell szilárdítanunk, meg kell erősítenünk, és akkor el tudunk élni jó eredményt. A tabella 7. helyén lévő DKK a harcon most azért is lesz nagyon nehéz, mivel többen komoly sérülésekből lávadoznak. Sérültjeink, én bízom benne, hogy fölépülnek, tudnak segíteni a csapaton. Itt a Ferenci Fruzsina, a Trissó Krisztinára gondolok. Bízom benne, hogy a Mihály Petra a betegségéből felépül. Ezek a játékosokkal többek leszünk, több variációs lehetőségünk lesz. És még egyszer mondom, egy olyan eredményt el tudunk érni, ami számunkra kedvező. Október 16-án tehát a tabella második helyén lévő DVSC fogadja otthonában a DKK csapatát. Következőnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Alapítványt kapott a Rudas. A Pentelen nyugdíjas klub tagjai hétfőn délután hivatalosan is birtokba vették a felújított Magyar Úti Klub helységet. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentéssel folytatjuk, majd Hír Plusz című műsorunk következik. És azért, hogy biztosan nem maradjanak le semmiről, anyagainkat visszanézhetik a www.dplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Köszöntöm nézőinket! Szerdán a Dunántúlt gyenge hidegfront éri el, megnövekszik a felhőzet, kisebb esőzápor is kialakulhat. Keleten marad a napos idő, csak délután érkezhetnek fátyol felhők. Itt helyenként a délnyugati, a Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél élénkülhet meg. Délután 23 fokra számíthatunk, nyugaton lesz a leghűvösebb. Csütörtökön sokfelé párás, ködös reggelre készülhetünk, napközben száraz, többnyire napos időre van kilátás. Északnyugaton megélénkül hát a déli egy szél, 23 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Pénteken is kitart a vénasszonyok nyara, 20 fok feletti csúcsértékeket mérhetünk. Reggelente többfelé ködös idővel indulhat a nap, de délutánra mindenütt a napsütés veszi át a főszerepet, inkább csak fátyolfelhők lehetnek az égen. A déli egy szél többfelé feltámadhat. Szombaton és vasárnap a péntekhez hasonló időjárásban lesz részünk, kellemes 23-24 fokos csúcsokra és rengeteg napsütésre számíthatunk. A következő hét első napján is marad még a napsütés. A héten tehát igazán kellemes őszben lesz részünk, semmiképpen se a négy fal között töltsék szabad idejüket, örökítsék meg élményeiket, várjuk őket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!